Sziasztok! A színes minisorozatunk második részében most a Devennek a puha ceruzáival fogunk foglalkozni. Itt tartom a kezembe őket, ugye a Colorsoft, a Procolor és a Lightfast nevű. Most előjáróban annyit szeretnék elmondani, hogy melyiket mire találták ki. Ugye az általános színes vagy puha ceruza az a Colorsoft, és egyébként ez a legpuhább. Amikor először elment a boltba, és mondták, hogy megjelent ez a Procolor, akkor én azt hittem, hogy ez egy még extrémebben puhább ceruza, de nem. Hanem pont azért találta ki a Dervent ezt a fajtát, mert a Colorsoft az nagyon puhának bizonyult, tehát olyan visszajelzéseket kapott a gyár, hogy annyira puha a ceruza, hogy iszonyat gyorsan kopik, tehát hogy ilyen vonalasabb dolgokhoz nem annyira lehet használni. Úgyhogy kifejlesztette ezt a Procolor nevűt, aminek az a lényege, hogy egy kicsit kevésbé puha, mint a Colorsoft, tehát tartósabban megmarad a hegye, a hegyének az élessége, vagy az, hogy jó hegyesen lehet vele rajzolni. De azért az Artistnál egy fokkal puhább, tehát rétegezésre szinte ugyanolyan jól használható, mint a Colorsoft, legalábbis ez volt ennek a terméknek a célja. Most a következő kategória vagy fajta, ez a Lightfast nevű. Most erről annyit kell tudni, hogy azért fejlesztette ki a Dervent, mert van a csúcsminőségű ceruzáknak egy olyan tulajdonsága, hogy mennyire tartós a színe, milyen a színállósága, és az igazán extra ceruzáknak ugye ilyen múzeumi szintű a színállósága, ami azt jelenti, hogy több száz évig is megtartja a színét. Az előző kategóriájú színes ceruzáknál ezt a gyártó nem tudta garantálni, ennél viszont pont ez volt a cég, hogyha ezzel a fajtával rajzolsz, akkor biztos, hogy száz év múlva is ugyanaz a szín fog ott maradni a papíron. Ez egy kicsit másfajta technológiát kellett használni, ez már úgynevezett olajalapú ceruza. Ugye nagyon röviden kétfajta színes ceruza van a wax alapú, meg az olajalapú. Az olajalapúakkal lehet könnyebben elérni ezeket a tartós színállóságot. No, tehát ennek alapvetően nem az volt a célja, hogy puhább legyen, vagy keményebb legyen, vagy más színek legyenek benne, hanem hogy színtartósága jó legyen. Van egy hátránya, az, hogy nagyon-nagyon drága. Tehát ez már tényleg a felső kategóriába esik, csak úgy tájékoztatásképpen, amíg egy wax alapú ceruza mondjuk 300 forintba kerül egy darab, ennek 600 forint az ára, tehát kétszer olyan drága. Úgyhogy ezt én igazándiból ilyen mindennapi használatra nem is ajánlom, mi se használjuk. Ez az egy darab van belőle, amit ez a kis blokkhoz vettem, hogy kipróbáljam. Megnézzük ezeket is természetesen itt egy kicsit a papíron, hogy melyik hogyan fog, melyikkel milyen érzés rajzolni. Nézzük meg akkor a gyakorlatban is ezt a háromfajta ceruzát, hogy mi a különbség, vagy mi a hasonlóság közöttük. A Colorsoftot már az előző blogban megnéztük, de azért ide rakok néhány foltot, néhány mintát ebből is, hogy lehessen itt is látni. Tehát ugye a Colorsoft az extra puha ceruza, vagy a legpuhább ceruzája a Derbentnek. Ennek megfelelően nagyon intenzíven fog már, kis nyomáserősséggel is, nagyon szépen lehet vele rétegezni, tehát sok-sok réteget föl lehet rakni egymás fölé. Jó, most ide rakok három ilyen színt. És akkor ezzel csinálok mindjárt egy kis rétegezést is. Ugye azt lehet érezni, hogy nagyon finoman, krémesen kenődik a papíron, és nem nagyon kell rányomni. Tehát éppen, hogy csak egy picit nyomom rá. És akkor itt egy kis keverés minta. Nézzük most akkor a Procolor nevű ceruzát. Ahogy elkezdem itt használni, az első érzés az, hogy valóban nem annyira puha, mint az előbb a Colorsoft, tehát nem kenődik annyira krémesen, egy kicsit keményebben fog.
Ezt ugye leginkább érezni lehet, amikor egy ilyen ceruzával rajzolsz, dolgozol, hogy mennyire kell nyomni, mennyire kenődik elsőre. Jó, most nézzük ezt a másik színt. Itt is az az érzés, hogy szépen kenődik, tehát azért ez is egy puha kategóriájú ceruza, de nem annyira krémes, mint az előbb a másik ceruza. Hogy ugyanazt az intenzitást elérjem, ahhoz többször kell végigmennem itt már a színmintán is. Vagy jobban rá kell nyomni, tehát ennyi különbség már biztos, hogy van, tehát amit a gyártó állít, hogy ez kevésbé puha, az valóban így használat közben is kijön belőle. Viszont a kemény ceruzáknál lényegesen puhább, tehát ne felejtsük el, ez is egy puha kategóriájú ceruza, azaz szépen lehet vele rétegezni. És felrakok ebből is néhány réteget. Ez a harmadik réteg, ez egy kevésbé intenzív szín, tehát ez az ilyen kicsit ilyen okkeres szín. Nem annyira intenzív, mint egy ilyen lila vagy egy narancs, de szemben láthatólag fog rajta. És akkor most a szokásos kis gyakorlat, hogy akkor visszamegyek ezzel a narancssal, ezzel visszanarancsosítom. Jó, fog rajta, még mindig fog rajta, a harmadik, negyedik réteg már, ötödik réteg, ez is fog rajta. Jó, tehát ez egy puha ceruza, nagyon szépen lehet vele rétegezni, sok-sok réteget lehet fölrakni rá, de keményebb, tehát az, hogy egy a vonalas munkához, ahol ilyen jellegű színezéseket, vagy vonalakat, vagy rajzokat kell csinálni, arra valóban alkalmasabb lehet. De tehát az a másik előny is, hogy kevésbé kopik, tehát az érzékelhető. Ennyi használat után a Colorsoft az már jóval tompább lenne. És akkor az utolsó a sorban ez a Lightfast nevű ceruza. Ebből csak egyetlen egy színt vettem, nagyon drága a ceruza, mint említettem, úgyhogy ezzel fogjuk kipróbálni. Most a színminta elkészítésekor mi az érzés? Hát az az érzés, hogy ez is egy puha ceruza, tehát nagyon krémesen kenődik. Ez közelebb áll a Colorsofthoz, mint a Procolorhoz. Jó, tehát puha a ceruza, nagyon puha a ceruza, szépen terül, nagyon intenzív a színe. Nem nyomom rá, kicsit nyomtam csak rá eddig. Most ráviszek egy másik réteget. Most ugyanaz a szín kerül még egyszer rá, tehát nem lesz annyira látványos ez a színkeverés, vagy rétegezés, csak sűrűbb, töményebb lesz a szín. Megy, fog rá, még ez is fog rá, még mindig nem nyomom rá. És még mindig lehet sűríteni azt a színt, egyre jobban takarja a papírt, tehát jó puha a ceruza, jól lehet vele rétegezni, most egy kicsit jobban rányomom, ugye akkor még intenzívebb színt kapok. Tehát kifogástalanul működik. Az, hogy 100 év múlva is ilyen szín lesz-e itt, azt most nem tudom megmondani nektek, de higgyük el a gyártónak, általában ezeket nagyon erős teszteknek vetik alá. Jó, tehát hogyha azt mondják, hogy ez múzeumi minőségű, nagyon hosszú ideig színtartó ceruza, akkor azt el lehet hinni. De a mindennapi munkára az ára miatt kevésbé javasolt. Tehát mind a három puha ceruza, mind a hárommal gyönyörűen lehet rétegezni. A három közül a legpuhább az a Colorsoft szerintem. A Lightfast szintén nagyon puha. Körülbelül egy kategóriába esnek, és a Procolor egy picit keményebb, de még mindig a puha kategóriába esik. Ezzel is most egy kicsit rajzolgatok ide. Ennek már ugye jobban lekopott a hegye ebben a színezgetésben, mint az előbb a Procolornak. Most, hogy így végigértünk a ceruzákon, legalábbis a klasszikus színes ceruzákon, még mindig ott a kérdés, hogy melyiket választ. Nos, ha csak ilyen vázlatosabb rajzokat szeretsz csinálni, vagy szeretnél csinálni ceruzával, nem feltétel az, hogy nagyon gondosan kidolgozz, nagyon sok rétegben
fölvéd, vagy hogyha utcán vagy bárhol elmenve rajzolsz, és nem akarsz állandóan hegyezni, akkor a stúdió az nagyon jól megfelel. Ha még nincs színes ceruzád egyáltalán, akkor én most a Procolort ajánlanám, mert ez egy univerzális ceruzá, egy kicsit univerzálisabb, mint a Colorsoft, tehát elég jó ahhoz, hogy jó, színes, intenzív, réteges rajzokat lehet sebele csinálni, de nem kell annyiszor hegyezni, tovább éles marad a hegye, tehát egy kicsit praktikusabb ilyen szempontból. Ha nagyon fontos az, hogy sok réteg legyen meg, tehát ez a ceruza puhasága, ez nagyon-nagyon számít neked, akkor maradjon a hagyományos Colorsoft.